Nem vagyok barátja a gyógyszerlobbinak. Ennek több oka van, például olyan könyvek, mint amit itt a kezembe tartok, például John Wirappentől, a Mellékhatás halál címet viseli. John Wirappent egy menedzser volt valamelyik nagy gyógyszerkoncernnél, neveket nem mondok. Ő volt a skandináviai részlegnek a vezetője. Többek között azt a marketing kampányt is vezette, amelyik a Prozacot bevezették a Skandináviába. Prozac egy olyan gyógyszer volt, már kivonták a forgalomból, amit depresszióra írtak fel, és nem egy olyan történet volt, amikor valaki kiirtotta az egész szomszédságot, a saját családját, és aztán saját magát is a Prozac mellékhatásaként. De az igazi probléma és az igazi durva dolog az volt, ahogy ő leírja a könyvében, hogy a Prozacnak volt egy olyan mellékhatása is, hogy csökkentette vagy megszüntette a fejfájást. És a cég egy nyomást helyezett az értékesítőkre és az orvosokra, hogy tessék felírni fejfájásra is ezt a gyógyszert, ne csak depresszióra. Szóval, hogyha egy kicsit meg akarod ismerni, hogy mi is van itt a színfalak mögött, akkor olvasd el ezt a könyvet, vagy olvass el hasonló könyveket. Egyébként ezt is meg lehet vásárolni az interneten, a Librinél megtaláltam 4000 forintért, és mindenképp megér annyit.